Koranga. Nagy nap ez a mai. Nem csak azért, mert napra pontosan 5 éve vagyok itt Tenerifén, hanem mert most jött el az ideje annak, hogy beszélgessünk arról, mi a szabad élet ára Tenerifén. Mennyibe kerül szabadnak lenni bárhol a világon? Sajnos az utóbbi időben egyre több olyan visszajelzés érkezik, hogy emberek, akár az én, akár mások videóim felbuzdulva, csapott, papot hátrahagyva világgá mennek szerencsét próbálni. Sajnos tapasztalatom az, hogy az emberek vagy csak belenézegetnek videókba, beletekergetnek, vagy pedig, ami ennél még rosszabb, csak azt hallják meg, ami számukra úgy kedvező. És a kedvezőtlenségekkel egyszerűen nem foglalkoznak. Ha bekapcsolsz egy filmet, mondjuk pont a felénél, és azt látod, hogy egy szülő bemegy a szobába, és olyan pofont ad a gyerekének, hogy leszakad a feje, akkor egyből azt mondod, halál rá, hát hogy meri, szegény gyerek. Közben meg, ha végignézted volna a filmet, és mondjuk 5 perccel ezelőtt kapcsolod be, amikor a gyerek hazafelé menet, mondjuk egy bunkós bottal, egy védtelen kutyát vagy macskát, egyszerűen szórakozásból agyonver az utcán, aztán hazamegy, leül az asztalhoz, mint egy jól lakott napközis, és úgy csinál, mint a tanulna, csak az apuka éppen mögötte volt 10 lépéssel, és ezt végignézte, és hazaérvén bemegy a szobába, és pofán vágja a gyereket, akkor már jogos volt az a pofon. És ugye akkor ne a szülő vesszen, hanem a gyerek, aki egy védtelen, ártatlan jószágot szórakozásból agyonvert. Szóval ennyit számít az, hogy ki mikor kapcsolódik be egy filmbe, egy történetbe, és miképpen reagál. Na szóval, ugye az én videóimban miket szoktatok látni? Heverésző kutyát, nem is egyet, hanem már 2, összegömbölyödött cicát, rengeteg növényt, napsütést, derűt és mosolyt. Hát ez az igazság, hát nem tudok más mutatni, ha egyszer ez van. De ennek volt egy nagyon komoly előzménye. Először is, én igenis nagyon-nagyon sokat dolgoztam egyébként életemben, és most így a videó előtt direkt kiszámoltam, hogy 28 év munkaviszonyom van, plusz én a 8 év börtönömben, a 8 évből 7,5 évig munkába voltam állítva a börtönbe. Tehát én világéletemben egy dolgos ember voltam. Aztán ugye a különböző kilengéseim, kicsapongásaim, szenvedélyeim okán belekeseredtem az életbe, és elkezdtem kérdezni, hogy miért. Ennyi az élet, ezért élek, és ezért születtem pillanat. Aztán a kezembe került a Bhagavad Gita úgy, ahogy van. És elkezdtem választ kapni a kérdéseimre. Elkezdtem megérteni az engem körülvevő világot. És megértettem, hogy a döntés, a változtatásra az én kezemben van. Amikor én erre a szigetre minden nélkül kijöttem, egy végtelenül megkeseredett, igazi nyomorult voltam. Sok emberről viszont úgy tudom, akik ide jönnek, hogy kifejezetten akár elkényeztetett fiatalok, tehát hogy mindenük megvolt, van otthon Magyarországon, vagy bármelyik országban, teljesen mindegy.
és akár az én, akár mások videóin felbuzdulva, ők úgy gondolják, hogy hát itt nem kell dolgozni. Hát nézd meg ezt a csávót, ott ül a fotelben, egész nap mosolyog, kutyázik, cicázik, patkányozik, mit tudom én, növényeket nevel. És ezért nem kell dolgozni. Ez egy borzasztóan nagy tévedés, hogy nem kell dolgozni. Amikor te ezeket a videókat, amik nemrégiben készültek, úgy az elmúlt 1-2 évben, látod, egyrészt érdemes megnézni néhány korábbit is, másrészt ebbe a mostani nyugalomba és kényelembe rengeteg munka van. Én egyszerűen darabjaimra voltam hullva, és nekem évekbe telt, mire összekapartam saját magamat. Köszi, hogy arcon küldött a fa. Amikor most mosolyt látsz rajtam, vagy nyugalmat érzel felőlem, ezt rengeteg belső munka előzte meg. És ahogyan ezt az élőhelyet, úgy az én belső békémet és nyugalmamat sem lottón nyertem. Most elmegyünk, mutatok nektek valamit itt nem messze. Persze már mezítláb, mert ugye megtanultam, hogy így lehet és így kell letestelni a sok negatív energiát, tehát amikor csak lehet, mezítláb kell lenni. Hát eleinte nem nagyon ment ezeken a szúrós köveken, de most már tök jó. Tök fain. Mutatok nektek egy induló életteret, amit az utóbbi időben tömegével választanak fiatalok. Életerős, életképes, munkaképes fiatalok, mint létforma, életforma. Jövök Tenerife-re, Hawaii Dicsi, leszállok a repcsiről. Ma is volt egyébként, pont ma is volt ilyen üzenet, hogy hol, mit lehet találni, ilyen kérdések. Hát mondom, körbemész a városban, mindenhol találsz mindent. Tessék, ez lesz belőle. Ez lesz belőle. Néhány raklap, egy majdnem Petőfi kép, ágyikó, ami ilyenkor 1000 fokos, este 13 fokos, van teteje is, de most volt eső, beázott, azért van kiterigetve csomó minden, és hát kidobott lim-lom szemetek. Természetesen ismerem a srácot, és egyébként segítek neki, adtam már szerszámot, ezt a szamaszt, nem ez a lényeg. Ez az én volt tűzhelyem, ezt is tőlem kapta, hogy tudjon főzni magának. És meg tudja nézni magát a tükörbe. Mert ez volt a tűzhelye. Csak mindig elfújta a szél, meg féltem, hogy itt magára gyújt mindent, mert a szél fölkapja a parazsat. Ezt hárman cipelték ide egy... mármint két haverjával. Már most nincs itt, mert nem bírta. Nagyon-nagyon szél egyébként, nagyon erős szél van mindig. Egerek, patkányok, kutyasétáltatósok kutyái beszaladgálnak, ellopkodják a kaját, mert persze hát nem tudja elzárni. Minden tönkre megy a tűző napon, meg úgy látom már ezt a bokrot is véletlenül felgyújtotta, mert ez eddig még nem volt ilyen fekete. Szabadság? Az hát. Mit üldögélhetsz naphosszat? Fú, de király. Tényleg erre vágysz? Hiszem meg az én barlangomban, mert ennek a helynek nem is jó az energiája. Ja, persze, hát itt szoktak néha cigarettázni, amolyan viccesen.
hova kaksizol, hova pipikélsz, ugye? Mert messzire nem esik jó elmenni, de ha közelre csinálod, előbb-utóbb szaga van. És ezt akarod? Ezt választod? Az jó. Kiskutyám, hogy kiült tőle? Látjátok? De nem jött tovább, mert tudja, hogy nem jöhet most tovább, mert gyengélkedik. Nem, maradjál ott, mackóka, nem áll. Ó, Istenem, nem akartam, hogy elszáll. Hát alig tudsz már menni, te öreg mackóm. Hát, de utánam jövöl? Jó van. Jó van. Kicsi larám, nem javul az állapota, hát öregszik. Ja, Istenem! Csodálkozom, hogy mi sánti nem jött föl. Szóval, mindenki boldog-boldogtalan idejön, és tényleg megtalálsz a kukában fotelt, pólót, nadrágot, cipőt, kaját. De egy dolgot nem találsz meg. Az élet célodat. És ez nem tekinthető élet célnak, hogy úgymond kukázásból, vagy munka nélkül tarts fent magad, és csak élj. Ez a létező legnagyobb mi hasznaság, céltalanság és értelmetlenség, aminek egyértelműen nem lehet más következménye, mint az elkeseredettség, az elértéktelenedés saját magad szemében, és aztán drogfüggőség, alkoholizmus, netán öngyilkosság. Hello! Ott van Zeus. Kutya sétáltatos vagy. Hol van? Nem is látom. Hola! Ja, nem is látom. Ja, ott van. Hát ő egy tünemény hölgy, egy nagy testű kutyával, akivel Lara nagyon jóban van, csak a Sánti nincsen. Az, hogy nekem név szerint mosolyogva köszönnek az emberek, ezt ki kellett érdemelni. Én ezért megdolgoztam. Zeus nem mozdul. Pillanat, repülök. Ezt a talicskát kerék nélkül találtam, és egy babakocsi kerékkel tettem használhatóvá. Rengeteg mindent hordtam ide, hogy ebből a sivatagból egy oázist teremtsek. Megint nem tudok más mondani, csak azt, hogy ezt nem a legyek hordták össze. Volt egy célom. Elsődlegesen egy lelki, erről majd ha lemegyünk, és akkor már nem fúj annyira szél, majd erről mesélek. Meg nyilván egy anyagi. Teremtek magamnak egy paradicsomot. Egy mantrateraszt górangás táblával. Egy szent tehénnel. Egy csodaszép nappal itt. 3 méteres pálmával. Lesz egy saját Govinda éttermem, ahol már nagyon-nagyon sok ember ebédelt vagy vacsorázott. Prasádamot, azaz lelki ételt. Ajaj. Jönnek az emberkék, most le kell mennünk, mert Sátika. Sátika beindult. Hola, buentad.
Sántika, nem kell őrizni semmit. Sánti! Gyere ide! Sánti! Mit mondtam? Lara, te is! Na, gyertek le! Két félszomjas maszkó. Ciao. Lara, Sánti, lefelé! Hogy? Úgy. Hely! Szóval, ahhoz, hogy én ezt az egészet, amit most így nagyon tetszetősen be tudok nektek mutatni, meg valójában nagyon tetszetősen meg tudom élni, ezt megelőzte egy nagyon hosszadalmas és kemény mentális fejlődési folyamat. Ha úgy tetszik, lelki élet. Ez a lelki élet nagyon sok lemondással és rengeteg tanulással járt és jár. Aki nem hiszi, járjon utána, nem ritkán napi 2,5 órát olvasok fel az internetre. Meg lehet nézni a YouTube csatornán, már 1200 körül járnak a videóim száma, ebből 800 körülbelül hangos könyv. Tehát nem csak magamat igyekszem okítani, egyrészt a tapasztalataimról beszámolok a videókon keresztül másoknak is, másrészt, mivel pontosan tudom, hogy a mai világban semmire nincs időd az olvasásra, meg aztán végképe, elérhetővé teszem, akár számodra is, nem csak a szentírásokat, hanem például azok egyszerű magyarázatait is. Jelenleg a Mahábharata című könyvet olvasom föl, ami, hát mondjuk úgy ilyen példabeszédeken keresztül tanít az élet értékeiről, de legfőképp az élet értelméről. Mert az élet értelme az, hogy emberré válni. Emberré válni. Az, hogy te emberi testben vagy, ez nem jelenti azt, hogy te ember is vagy valójában. Úgy nézel ki? Ember akkor leszel, amikor úgy viselkedsz. Ember akkor leszel, amikor hasznára válsz az emberiségnek. Én jelenleg, bocsánatot kérek, nagyon beképzelt is, nagyon minden, de jelenleg azt tapasztalom, hogy én nagyon-nagyon sok ember számára képviselek értéket, ha úgy tetszik, hasznot, és ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, ehhez nem károsítok meg másokat. Nem veszek el senkitől semmit. Nem veszek el senkitől semmit. Olyan területet laktam be, ami teljesen élhetetlen és hasznosíthatatlan terület. Az én utamat, amióta idejöttem, a Jóisten kövezte ki. De ehhez kell egy nagyon komoly Isten tudat és Isten hit. Talán már hallottad. A csoda azért, aki hisz benne. Aki nem hisz benne, ő ne várjon csodát. Az utóbbi időben, hát nem tudom, elmondhatok-e ilyeneket, de több mint 1 millió megjelenítés volt a YouTube csatornámon, és ebből több mint 640 ezer megtekintett videó. A 640 ezerből csak minden ezredik ember már írt nekem üzenetet. Csak minden ezredik ember. De így is legalább 640 emberrel léptem kapcsolatba. És minden 10 000. embernek módomban állt segíteni. Ez 64 ember. Csak minden 10 000. Embernek. Ez is 64 ember. És csak minden 100 000. A mai napig is olyan úton jár, ami
Ami őt, ha úgy tetszik, boldoggá teszi. Ez egyébként lelki út, tehát igazán az önmegvalósítás útján jár. Tehát csak ha minden 100 000. emberről beszélünk, aki mondjuk úgy az én videóim által megtalálta az ő saját életének az értelmét, akkor is már 6 embernek járultam hozzá a sikeres életéhez, ami ő számára siker. Nem a te számodra, meg nem a többi 8 milliárd ember számára, mert kit érdekel, hogy hány ember tart téged sikeresnek, ha te magad sikertelennek érzed magadat. Ehhez az eredményhez, ami nekem eredmény, senki másnak nem az. Mert én is amúgy te kérde, hogy ki vagyok én. Igaza van. Pillanat. Szóval ehhez az eredményhez nekem nagyon sokat kellett tanulnom, és nagyon sokat kell tanulnom. Ugyanis a lelki életben elért eredményeket csak akkor tudod megtartani, ha folyamatosan dolgozol érte a fenntartásán. Nincs ez másként az anyagi világban sem. Ha pénzed van, és akkor veszel egy kertészt, vagy nem tudom, mondjuk nyilván ez az élőhely, ez egyáltalán nem erről szól, mert itt minden az újrahasznosításról szól, meg a mentésekről, tehát hogy ezek mind kidobott növények. De az egy dolog, hogy idehozod, meg berakosgatod, hozzátéve, hogy ezek a fák ilyen kicsik voltak. Meg hát itt minden. Közben mutatok nektek egy kis áldáshozást. De ezt fel is kell tartani. Fenn is kell tartani. Tehát ezeknek a növényeknek az átlag fogyasztása 1700 liter víz. 1700 liter víz. És egy sivatagban vagyunk. Persze, ha van pénzed, hát veszel egy finkát, hát akkor már eleve nem úgy élsz, mint én. Az már eleve nem biztos, hogy szabadság, hiszen számomra a szabadság azt jelenti, hogy nem függeni senkitől. Rögtön hozzátéve, hogy olyan nincs. Ihaj. Most átjövünk egy kicsit ide, majd szélcsendesebb. Nincs olyan, hogy nem függ senkitől. Mindig függsz valakitől. Én elértem arra a szintre, hogy Istentől függök. És ezért cserébe Istent szolgálom. Nincs olyan, hogy nem végzel munkát, nem csinálsz semmit, csak dőzsölsz. Az a trend, ami jelenleg most itt Tenerifén konkrétan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felpörgött és zajlik, hogy boldog-boldogtalan kijön ide, és hát ő majd itt fog boldog lenni. Egyébként kívánom mindenkinek, indulj el, legyél boldog. De hidd el nekem, hogy rendkívül rövid időn belül mérhetetlen fölöslegesnek fogod magadat érezni. Meg lesz a cipőd, meg lesz a ruhád, meg lesz a kajád. Sőt, lehet, hogy néha még dobnak aprót is, abból tudsz venni, amit akarsz. És? És reggeltől estig majd bámulod az óceánt, meg a tejdét, meg a turista lányokat. Pillanat repülő. A fiatalok egy része ugye először magányos farkasként próbálkozik, hálózsákkal, bírom én, fiatal vagyok, és ugye végig kirándulja a szigetet, megáll itt is, ott is, ismerkedik. A spanyolok egyébként tényleg jó fejek, meg segítőkészek. Persze, segítenek egyszer, ha bajba jutsz. De hogy te mindig bajba jussál, és nekik mindig segíteni kelljen, azért a izének is van vége, ezt ugye úgy szokták mondani.
Na, jó Isten áldja meg Nishimát, nem hogy leszakítsa a függönyt. Mi van Nishima? Persze, mind a két állat. Hát, hogy ne. Csodálkoztam, hogy eddig nem jöttél utánunk. Szóval előbb-utóbb megunják, hogyha valaki mindig segítségre szorul. És arról nem beszélve, amit nagyon-nagyon sokan nem kalkulálnak be, hogy ez egy nyaraló sziget. Tehát itt az emberek túlnyomó részt igen jó módban élnek. Ott, ahonnan ide jönnek nyaralni. Hát ezért is van annyi minden a szemétben, mert hát ugye itt nem számít. Tehát mit tudom én, fölbontok egy... Van, hogy egy doboz cigiből egy szál hiányzik, és kidobja, mert most neki csak pont egy olyan szál cigi kellett, azt ennyi, nem foglalkozik vele. Szuper. De ez egy anyagi elmét, főleg egy fiatal anyagi elmét, aki tele van vágyakkal, esetleg álmokkal, célokkal. Szerintetek meddig elégít ki, és mennyi idő után nyomorít meg? Szellemileg, mentálisan és lelkileg, hogy bakker, itt mindenki gazdagabb nálam, itt mindenki gondtalanabb nálam, és itt mindenki boldogabb nálam. Tőlem, aki a kukából megtalálom a cigijét, vagy esetleg az elhagyott pénztárcáját a parton, bankkártyával, amit persze nem tudsz használni. Mindegy. Vagy a telefonjával, amit 20 eurónál többé nem tudsz eladni, mert ki a francnak kell ez a telefon, akármilyen telefon, mikor itt mindenkinek ilyenje van. 5. Ja, vagy másik hobónak el tudod adni. Ugyanúgy nem tudod el mit kezdeni. És utána tovább adja fele annyi. Na szóval, csináld ezt a magányos farkas izét, verziót. Nagyon jó. Akárhova leteszed magad, valakinek útba leszel. Az biztos. Tehát olyan nincs, hogy te találsz egy olyan helyet ezen a szigeten, hogy te ott senkinek pont egyáltalán ne legyél útba. Eleinte nekem is itt voltak komoly problémáim emberekkel. És engem is, ahogy egyébként ezt a szomszéd területet most pont pár nappal ezelőtt láttam, hogy jött egy pali, levideózta, ezeket ilyenkor ugye felteszik a Facebook csoportokba, és akkor a Facebook csoportokba elkezdenek zúgolódni, amit aztán mindig meglát valaki illetékes, aki aztán is intézkedik. És általában ezeket a helyeket, tehát először jön egy rendőrszó, takarítsá össze, ha úgy néz ki a hely, hogy oké, akkor maradhatsz, de persze képtelenség, tehát hordod ezeket a dolgokat, ami nagyon hamar tönkre megy a napon, meg a párától, meg mindent, tudom, mert ugyanezt csináltam, hát én is olyan szemétdombot csináltam, hogy gyere le, jó Isten! Majd teszek föl róla fényképeket, ha valakit érdekel, de csak a Facebookra tudok ide, a YouTube-ra nem. És jött egy regimen rendőr. Hogy mit képzelsz, ember? És először szólnak, utána egyszerűen rágyújtják a helyet. Hát ilyenek a rendőr, fölgyújtják, nem szarakodnak. Ja, hát nem, meg kijönnek a köztisztek. Hát legálisban nem így csinálják, ezt illegálisban csinálják így, ha már nagyon tele van a hócipőjük. Ezt a Covid alatt volt. Amikor ilyen illegális partikat rendeztek állandóan, és ugye hát másfél métert nem tartották be, meg ugye 10-nél többen jöttek össze, meg nem is egy családból, meg minden. Szóltak egyszer, szóltak kétszer, tehát oda mentek, szétverték az összes erősítőt, generátort, vagy az agregátort, mindent, meg fölgyújtották a helyet. Ezt a rendőrök csinálták kajakra, megcsinálták. Ezekkel úgy csinálják, egyébként ez most pont megint múlt héten volt, hogy 50 főt lakoltattak ki, ugye ilyen illegális vadkempingezőket, és ilyenkor kimegy iszonyat sok rendőr, meg a köztisztaság, és mindenedet összeszedik, és te vigye konti ilyen présgépbe, tudjátok, ilyen daráló autóba, hát kukás autóba, mindent bezúznak, mindenedet, amit addig összegyűjtöttél, és ragaszkodsz hozzá, mocskos mód, és kezdhetik előről. A céltalan, semmit mondó, mi haszna életet. Erre most jöhet mindenki azzal, hogy de hát akkor az én életem is ilyen céltalan, értelmetlen és mi haszna? Nem. És tudjátok, miért merem ezt kijelenteni? Mert a mai napon, napra pontosan 5 éve,
vagyok itt. Csak idén, hát nem mondok számokat, de volt itt anyuka két gyerekkel 9 napig, mert segítségre szorult, és tudtam neki segíteni. Voltak itt elvonuláson, 12 napos, 10 napos elvonuláson, és jó eredménnyel zárult, és fejlődéssel zárult az itt létük. Arról nem beszélve, hogy engem a környéken itt mindenki tisztel. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy szó. De nagyon-nagyon sok munka. Nagyon-nagyon-nagyon sok munka. Az, hogy én itt és így tudjak lenni, ez folyamatosan munka. Mi az én munkám? Hát, úgy mondanám nektek 60%-ba lelki. Hajnal 4-kor kelek. Ma egyébként 3:50-kor keltem, de tegnap meg még korábban. És 2000-szer mondom el azt, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gyakran kérdezik, mi kell ehhez az élethez? Mondom, hát mondjuk mantrázni. A Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, nem történt semmi. Hát persze, hogy nem. Hát persze, hogy nem. Egyébként a Hare Krishna maha mantra még akkor is hat, ha nem hiszel benne. De ezt most már azért jó néhányan megtapasztaltátok, mert érkezett erre visszajelzés. De amennyit beleteszel, annyit kapsz vissza. Egyébként nem sokszorosát kapod vissza, de egy 5 perc vagy egy 10 perces mantra meditációért ne várjál életre szóló nagy fejlődést. Pillanat. Jaj! Utána, ugye, hát én, ugye én is nyilván kukázok, de ezt oly módon teszem, hogy különböző helyekre elmegyek, és ott segítek valójában szétválogatni szelektíve a hulladékot. Ezért tulajdonképpen cserébe én elhozhatom azt, amire szükségem van. Én túlnyomó részt azt eszem, amit találok. Ha például találok egy karton avokádót, mert már ugye puha löttyet nem tudják eladni, én nem ritkán van, hogy egy hétig csak avokádós kenyeret eszek, meg olyan narancsot, ami már ilyen, szintén ilyen plöttyet, vagy már egy kicsit úgy megindult, meg stb. Belül még persze semmi baja. Váltok egy kicsit. Tehát én ilyen, mit tudom én, kicsit ráncos az alma, vagy ugye már megütődött, vagy mit tudom én milyen. Ezek egyébként lejárt élelmiszerek. Ezen még a dátum sem látszik, de majd keresek nektek egy olyat. Március 30, most terem én április 3-a van, tehát már nyilván eladhatatlan. Ezek szintén március 30-ai lejáratúak. Hát ugye barna banán, hát valami március 23-án járt le. Tehát ismétlem, április 3-án készül a videó. Létfenntartásból eszem, nem pedig szórakozásból. Egészségesen táplálkozom egyébként, tehát vegetáriánusan, de erről szintén külön csomó videó van, ebben most megint nem megyünk bele. Mindenki annyit dolgozzon, amennyi léte fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. Ezt mondta Krishna. Én a létem fenntartásához elengedhetetlenül szükséges munkát elvégzem azért, hogy nekem, neki, és ennek az iszonyat sok növénynek, meg hát ugye Nishima, meg hát ugye musikáék, de meg a pofájukat, ezek is jó itt ragadtak. De finomakat esznek egyébként. Ilyen mandulákat, meg nem sózott szotyit. Itt vagy te is, megjöttél? Jó van. Szercsilácsi.
Sántika közben fölborít mindent. Gondoskodom megfelelő mennyiségű földről, ugye az edényekről, amikben majd hamarosan ültetek. Galambadász. Itt minden újra felhasznált. Gyerek kéznyomoka, festett fán, de most ez itt éppen lépcső. Alakulgat, alakulgat. Aztán így kerülnek ide a növények. Minden növény. Ennek még nincsen. Látjátok, ez mind szemétből van. De utána ezt fel is kell tartani. Tehát nem elég megszerezni, ezt fenn is kell tartani. Ki kell gyökeresztetni őket. Ezek még nem régiben érkeztek. És ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Ahhoz, hogy itt minden így alakuljon és így rendeződjön, mondhatjuk azt, hogy szerencse kellett. Tehát véletlenül pont találtam ezt a helyet, és véletlenül mindig pont mindent úgy találok meg, és véletlenül pont mindenki úgy viselkedik velem, ahogy a nagykönyvben meg van írva, vagy a Jóisten kegyéből kapok meg mindent, amit viszont ki kell érdemelni. Azok az emberek, akik itt megismertek 5 év alatt, és megkedveltek 5 év alatt, erre rá kellett szolgálni. Nem megvettem a barátságukat, hanem kiérdemeltem. A nyugalmammal, az előzékenységemmel, a kedvességemmel, az őszinteségemmel, az egyszerűségemmel és a tisztaságommal. Ugyanis, ugye én leszoktam itt a drogokról. De ha valaki idejön szerencsét próbálni, ingyen élni, akkor a mi hasznasága miatt, és egy idő után a kilátástalansága, és az élet céltalansága miatt drogokhoz fog nyúlni. Itt a hippik, hát, úgy mondom, hogy 99-et akartam mondani, de nem, legyen 95%-a használ valamilyen drogot, vagy egyszerűen csak alkoholista. Mert amikor rájössz, hogy egyedül mégsem olyan jó. Mert egyedül, amikor találsz valamit egy kukánál, és nincs kivel megosztani, és persze hazacipeled, de rájössz, hogy nincs hova haza. Ja, találtam egy üreget, egy lukat, egy szikla hasadékot, ahová oda vonszoltam egy matracot, vagy már eleve ott volt, ahol egyszer-kétszer jót lehetett aludni, de hogy állandóan ott legyek. Tehát nem nevezném otthonnak, csupán egy szállásnak. Aztán, ha el is kezdett szépen fölvirágoztatni, és esetleg sok virágot viszel oda, amihez később a vizet kell cipelni, meg növényvédőszerről kell gondoskodni egyébként, mert például itt a sivatagban ugye állandóan betetve sedek, mert hát hova menjenek szegény tetvek, csak itt van zöld, hát nyilván ide jönnek, nem? És azok az emberek, akik esetleg Magyarországról látogatnak meg, mert valamiért kiérdemeltem azt, hogy meglátogassanak, és akkor hoznak nekem, nem mindig megkérdezik, mit hozzanak, hát például ilyet. Szóval, amikor egyedülálló úttörőként találod a jobbnál jobb holmikat ingyen, munkanélkül, de nincs hova hazavinni. Na, akkor jön az első ilyen megzuhanás. Persze, teszed fel a Facebookra a képeket, hogy te neked milyen jó, mert ugye az óceán, mekkora hullámok, meg hát a tejdén, pont a felhők fölött vagyok, meg minden, tényleg. És kifelé
maximális, és mindenki írja neki, mekkora király vagy, hát te vagy a császár, az Isten király vagy. Hogy kimentél Tenerife-re, és mennyire jó neked. Csak amikor véget ér a felvétel, akkor így belezdutyansz a nagyon mély magányba és fájdalomba. Aztán persze csinál tovább a videókat, hogy neked milyen jó, de közben szar. Na, amikor megérted, hogy bármit elviszel a kis barlangodba, a kis hasadékodba, a kis függönyöd mögé, aminek mondjuk értelme is van, mondjuk egy tűzhely gázpalackkal, egy napelem, hogy esetleg tölteni tud a telefonod, vagy bármi, aztán elmész mondjuk kajáért, vagy vízért, és mire visszamész, már nincsen ott, na akkor jön a második, nagyon komoly megzuhanás. Főleg, ugye olyanokról tudok nagyon sokról, akik eleve Magyarországról spórolt pénzzel jöttek ide és vásárolták meg a Decathlonba a nagyon komoly sátrat, a nagyon komoly napelemet, a nem tudom mit. És szőrén szállán eltűnt. És akkor tényleg itt vagy, magadra hagyatkozva. És persze, nem fogsz ilyen halni. Egyrészt, hát ha kérsz valakitől kaját, adnak. Én mindenkinek, bármikor, nagyon szívesen, minden eleve, bejön, elviszi. Tehát simán, nem probléma, itt semmi nincs bezárva. És a kutyákat viszem mindig magammal, úgyhogy nehogy azt higgyetek, hogy ez a hely itt a kutyákkal van őriztetve. Hát a harci mackó az nem, mármint Lara. Hát jó, a Sánti az egy kicsit más. De ők jönnek velem mindig, tehát nem probléma. De ha itt, tehát jön valaki, de Isten látja lelkem, az első. Hogy mit eszel, mit iszol, miben segíthetek. Nyilván pénzben nem tudok segíteni, nem is fogok, nem is akarok, de kajába, ruhába, meg amin van, abban nagyon szívesen. Na jó van, de ez megvan. És akkor egyedül vagy, és esetleg nem is rabolnak ki. Csak ott csodáld a teliholdat, meg a csillagos éjszakát. 1, 2, 3, 4, 5 nap. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5 hónap. Szerinted meddig fogod élvezni? A legtöbb ember anyagi célból, anyagi érzékkielégítés vágyával és kifejezetten élvezni jön erre a szigetre. Ahhoz, hogy te élvezzél, ahhoz pénz kell. Ahhoz, hogy te jól érezd magad, meg buliba járjál, ahhoz valamiből neked pénzt kell szerezni. Jó néhány emberről tudom, hogy otthonról a szülők támogatják. Oké, megtehetik, tegyék meg. Olyanokról is tudok, hát az főleg inkább a külföldiek, akik például Olaszország, Németországba elmennek munkanélküli segélyre, ilyen 1000-1200 euró segélyeket kapnak. És egyszerűen ide jönnek, mert ott nem kell havonta bemenni, jelentkezni, nem tudom Magyarországon, ez most már hogy van, nem is érdekel. A lényeg az, hogy itt elhédereznek akár egy évet, vagy netán kettőt is így munkanélküli segélyből, és akkor az is egy életforma. Ők élvezni jöttek ide, és élveznek is. Tehát éjjel-nappal be vannak szipókázva, meg mit tudom én, és akkor... Ja, meg egy csomó ilyen... Na, ezt nem is mondom. Hát ilyen kamujógik, ezt akartam mondani, de aztán ezt nem folytatom. Hogy persze, tehát transzcendentális élmények halál bebélyegezve. Egyébként igen, csak nagyon komoly ára van. Nagyon komoly ára van. Tehát igen, a drogokkal meg lehet sürgetni a spirituális ébredést és a spirituális tapasztalatokat. Meg lehet. Csak ezt tudjátok milyen? Mint amikor valaki elmegy a gyúróterembe 40 kilósan, és szétszteroidozza magát, és egy hónap múlva 100 kiló a pali. Egy hónap után. Mert ahhoz az eredményhez mondjuk lehet, hogy 2 vagy 3 évet kellett volna gyúróterembe járni a minden nap, de ő ezt egy hónap alatt elérte anabolikával. Csak utána nem áll föl. Meg amikor abba hagyja az anabolikát meg a gyúrást, akkor nem 40 kiló, hanem 30-ra fogy vissza, miközben teljesen tönkre vágta a veséjét, meg mindenét. Azért az egy hónap sikerért. Na, hát így járnak azok is, akik egyébként ilyen
Csí! Hát az tényleg csí. Egyébként, hát tényleg csí. Tudom, csináltam azt is. Jó volt. Rá is mentem. De hát ennek így kellett történnie. Szóval, amikor meguntad ezt az egyedül létesdit, hogy nincs kivel megosztani. Ú, ott egy hulló csillag, de hát kinek mondom? Hát nincs itt senki. Először kell egy barátnő, ha például fiú vagy. Vagy ha lány, hát eleve egyedül öngyilkosság elindul, de jó, oké, elindulsz egyedül lányként, akkor kell egy pasi. Jó eséllyel, mivel a te rezgésed és a te elképzelésed és a te gondolkodásmódod, ez az ingyen élős verzió, hogy nem dolgozni, de minél többet élvezni, jó eséllyel egy ilyen partnered lesz, aki szintén ugyanígy gondolkodik, és nagyon hamar, mivel tükröt tart neked, hogy te mennyire semmire kellő, és mi haszna ember vagy, nagyon hamar megutáljátok egymást. De nem ritkán látok olyat, hogy összeverekszenek a fiú lánya ökölharc, főleg az olaszok. Az olaszok nagyon ilyen temperamentumosak, de ahogy is pszichopaták konkrétan. Főleg mikor nincsen drog, mert amikor van, akkor a világ béke. Na és akkor elmész egy community-be, vagy közösségbe, ahol rajtad kívül mindenki pontosan ugyanezt az élményt keresi. Ne dolgozzak, de érezzem jól magam, és minél többet élvezzek. Mivel személyes ismeretség okán én nem akarok semmilyen közösségről, semmilyen negatív véleményt közölni, ezért most csak annyit mondok, hogy az együttélésnek megvannak a nehézségei. És akkor most hagyjuk a community-t, beszélgessünk mondjuk hostelekről, de ez alatt egyébként akár community-t is lehet érteni. Tehát tételezzük föl, hogy nagyon olcsón 5 vagy 10 euróért per éjszaka elmész egy hostelbe, ahol emeletes ágyak vannak, és hatan vagytok egy szobában. Aludtál már olyan szobában, ahol egyetlen egy embernek büdös volt a lába? Aludtál már olyan szobában, ahol egyetlen egy ember horkolt, mint egy vaddisznó? És laktál már olyan helyen, ahol egyetlen egy embernek kevesebbje volt, mint neked, és ezért megkívánta azt, ami neked van. És valahogy eltűnt, ami a tiéd volt. Ez persze csak a hostelekre érvényes, de ha véletlenül előfordul ilyen bármilyen community-be, az csak a véletlen műve lehet. Na és akkor jön a kérdés, hogyan tovább? Már csak nem kullogok vissza szégyen szemre Magyarországra, mikor annyi videót és fotót tettem föl, hogy én nekem mennyire jó, meg hogy én milyen ízért boldog vagyok. Az kiderült, hogy egy emberi roncs lettem itt. A nagyfene Tenerifén. A nagyfene szabadságomba. Hogy itt szomorodok meg. Tele. Már csak nem megyek vissza a megaláztatásba, a megszégyenülésbe. Hogy na mi van menő? Hát olyan csaszi voltál ott a tejde csúcson, a felhők fölött, meg az óceánparton a 4 méteres hullámokkal, a frissen kukázott szörfdeszkád mellett. Hát mi van? Ha annyira jó volt, mi a francot jöttél vissza ide a por nép közé Magyarországra? Hát ugye ezt ki akarja bevállalni? És akkor hogyan tovább? Na hát akkor jön az, hogy benő a fejünk lágya, el akarunk menni dolgozni. Csak hogy. Tenerifén nem tudsz elmenni dolgozni. Csak a legalja munkákba, ahol olyan szinten aláznak szar, hogy hát vagy a főnöködet ölöd meg, vagy magadat. Megalázóan kevés bérért. És az persze utána vitt egy kis 1000-1200 euró fizetésedből, hát ugye a hostelt megbeszéltük, de legyen szerencséd is találsz 10 euróért vagy 20 euróért valami normálisat napi 10 euróért vagy 20 euróért. Tehát esetleg ilyen külön szoba, azt hiszem az 25 euró a külön szoba egy hostelbe. Tehát akkor ott tartunk, hogy 750 eurót már ugrott a lakásra.
De még ha ilyen társbérletben, tehát tényleg valami normális, vagy legalább külön szobába főbérlővel, mondjuk egy 400 euró. Oké. Okay. De utána ugye el kell menned a boltba, mert hát akkor úgy a meló mellett azért nem annyira megy a kukázás. És ott tartasz, hogy dolgozol, kifizeted a rezsit, meg a lakást, meg a kaját, meg hát veszel magadnak egy normális cipőt, hogy ne Lukasz cipőbe menjél már dolgozni, hogy ne köpkedjenek már le. És hónap végére nincs egy büdös vasat se. És akkor jön megint ez a minek élek, vagy ezért élek, vagy szóval mi van? És akkor már nem fogod örömödet lelni az óceánba, meg a tejdébe, meg a szörfdeszkába. Az én életem, amit jelenleg élek, azon kívül, hogy sok ember szemében nem munka, köszönöm, igazuk van, el tudom fogadni az ő szemükből látottak alapján, hogy ez semmire kellőség, amit én élek, csak hogy én magam miatt élek így, nem másokért. És nem kell senkinek megfelelnem. Ez a szabadság. Nekem senkinek nem kell megfelelnem. És mindezek mellett mégis elértem azt, hogy legalább 6 embernek hozzájárulhattam valamilyen formában, vagy valamilyen mértékben a fejlődéséhez. És ez nagyon-nagyon-nagyon nagy szó. Kijelenthetem azt, hogy vannak emberek, akik tisztelnek. Kijelenthetem azt, hogy vannak emberek, akik szeretnek. És ez nagyon-nagyon nagy dolog. És tudjátok miért? Mert nem vagyok senki, és nincsen semmi. Ezért tudom, hogy aki engem tisztel, vagy szeret, az kizárt, hogy érdekből tegye. Mert belőlem nincs haszna. Belőlem biztos, hogy nincs haszna. Ma is volt valaki, aki segítségemre sietett egy dologba. Önzetlenül. És nem is tudott volna mit várni viszonzásképpen, de nem is várt. És ez nekem az élet célja. És ez a szabadság ára. Szolgálni az engem körülvevő világot. És szolgálni Istent a teremtményeink keresztül. Hogy ez most egy cica, egy kutya, egy patkány, egy pálma, vagy éppen emberek sokasága, mindegy, de szolgálom őket. Szeretettel, feltétel nélkül, és odaadással. A videókat olyan szándékkal készítem, hogy legalább egy-két embernek hasznára váljon, és segítséget kapjon ezekből a videókból, ezekből a tartalmakból. Legfőképpen egyébként a szentírások felolvasásából. Jaj, már most mondom, hamarosan elkezdem felolvasni a Koránt, utána a Bibliát, és most már folyamatosan minden áldott nap, 1 vagy 2 óra ilyen tartalmú hangos könyv kerül feltöltésre a YouTube csatornámra, hogy legalább mosogatás közben, vagy a villamoson ülve fülhallgatóval a füledben, vagy szóval, amikor igen tudom, nincs az embereknek ideje olvasni, pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Itt a füves könyv, azt is felolvastam már nektek. Hát legalább azt hallgassátok meg. Nem vagyok szerződve a YouTube-bal, nem kapok pénzt a nézettség után, nem érdekel hány ember nézi meg, ne iratkozom föl senkit, nem érdekel. De, sőt, igazából minden hangos könyvem leírása úgy kezdődik, hogy a hangos könyv hallgatása nem pótolja az olvasást. Tehát nem az a célom, hogy most mindenki az én videóim, de hogy nézzed a videót, bárom én nem is érdekel. De próbálj meg egy olyan célt kitűzni, ami egyrészt lelkesít, másrészt
értékessé tesz a saját szemedben, saját magadnak, téged. Mert ha beleesel abba a hibába, hogy kijövök Tenerife-re kukázni, meg napot lopni, hihetetlen gyorsan elértéktelenedsz, és egyszerűen fölöslegessé válsz saját magadnak. Szabadságra vágysz. De először nézd meg, hogy ki a rabszolgatartód, ha úgy tetszik, ki az elnyomód. És amikor rájössz, hogy nem az Orbán Viktor, meg nem a mit tudom én ki, Gyurcsány Ferenc, vagy azt tudom ki, nem is érdek. Meg nem a munkahelyi főnök, meg a közös képviselő, a te rabszolgatartód, hanem a vágyaid. Na, amikor ezt megértetted, hogy a vágyaid rabszolgája vagy, az elméd csicskája vagy, és ezen akarsz változtatni, és ezen tudsz majd változtatni, na akkor leszel szabad. Ez a szabadság. Az elmének, az szakadatlan, fékezhetetlen, és nem ritkán elérhetetlen követeléseitől való szabadulás a szabadság. Tehát amikor te idejössz munkanélkül szabadon élni, miközben tele vagy vágyakkal, meg fogsz keseredni, mert beteljesületlenek maradnak a vágyaid. És a vágyakat, főleg egy fiatal embernek, meg kell élni. Az, hogy én itt és így tudok örülni mindennek, ezt megelőzte egy rendkívül felpörgetett, szélsőséges élet. Én nagyon sokat voltam a mennyben, de legalább annyit, ha nem kétszer annyit a pokolban. Viszont kipróbáltam mindent, amit akartam. És lenyugodtam. Azért nem úgy nyugodtam le, hogy na jó, akkor mostantól így lekapcsolom a villanyt, kikapcsoltam a vágyakat, hello, szia, szevasz. Nem, azért nem. Hanem komoly szadanával, lelki gyakorlatokkal, mantra meditációval, természetben éléssel, természettel éléssel, erőszakmentes életvitellel, erőszakmentes táplálkozással, kedvességgel, tisztelettel, alázattal, odaadással, szentírások olvasásával kitisztítottam. És tisztítom folyamatosan a vágyaimat. Az első ilyen nagyobb nézettségű videóm, ugye ez az Én a hajléktalan című, hát azt nagyon sokan, 60 ezeren nézték már meg, ami úgy kezdődik, hogy nem az a gazdag ember, akinek mindene megvan, hanem akinek semmi nem hiányzik. Ne a pénztárcádat gyarapítsd, hanem a vágyaidat csökkentsd. De fiatalon, 20 évesen, 25 évesen, akár 30 évesen, ez nem fog menni. Elnyomni el fogod tudni, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg fog viselni. Tehát ezek az elfojtott vágyak olyan szinten fognak megbetegíteni, hogy beleroppansz. Fizikálisan is meg fognak betegíteni, lelkileg, meg aztán végképp. És ha még nem értél meg arra, hogy ezeket a vágyakat te kitisztítsd, akkor azokat bizony meg kell élni. És ha jetskizni akarsz, meg bungee jumpingolni, meg utazni, meg hódítani, ugye, meg egy lány, meg két lány, meg öt lány egyszerre, meg ami nem tudom mi, amit akarsz, azt nem tudod csak úgy, hogy akkor én ezt most már nem akarom, ha belülről éget a vágy tüze,
És felemészt. De ehhez neked vagy dolgozni kell, hát vagy lopni, csalni, hazudni, ugye, az is egy megoldás. Hát vagy a lottózóba járni, nyilván baromság, de persze próbáld meg azt is, csak dolgozni ne kelljen. De az ember természete a munka, és vagy a szolgálat. Ha hiszed, ha nem, én mind a kettőt végzem. Szolgálok is, és egyébként dolgozom is. És hát mindegy. Szóval azért teszek-veszek pillanat. Ezt a napelemet, dekatlanos egyébként, milyen szépen pihengetnek itt a kidobott fotelon a kis kutyát. Ja, Lara, ezért a kiskutyám mindig lerepkedett oda, és csináltam ide egy ilyen kerítés, hogy ne essen el. Szóval, tudjátok, hogy ezt például miből vettem? Úgyis jön egy repülő. Szeregetem ki mindig a kukából a csapokat, meg a kábeleket. Most már csak ezeket, már vasat nem gyűjtök, mert az nem célszerű. Jaj, megvan a kacsája a kukának. Na, már nem bírtam hallgatni, azt eldugtam. Mert este elkezdte hadabdálni. Azt mondom, a fene egye meg, ezt a kacsát el kell dugni. Szóval lehet gyűjtögetni. Ugyanúgy egyébként Magyarországon is lehet vasat meg lezet gyűjtögetni. Ezt nem egyszerre találom. Egyik nap egyet. Ide egy kötek kábel, oda. Ennek 1 euró kilója egyébként. Ez... Ennek 2 euró 70 kilója. Hát itt tudom én, ez már biztos van, vagy 8 kiló. Legyen ez mondjuk 10 euró. De nem úgy van, hogy én kimegyek a kukához, kiveszek belőle egy szatyor cuccot, az 20 euró. Hanem poko-poko. Apránként. Lép. Jaj. És mindig meglepődik a hangján, és akkor eldobja, és azért nagyon, egyébként szereti nagyon. Én annyira nem, de ő igen. Én meg őt. Meddig lesz türelmed gyűjtögetni? Arról nem beszélve, hogy innen mondjuk Safirazba el kell vinni. Mit a talicskán eltolod az autópályán, mert nem csak az autó, hát nem az autópályán tudsz menni a kertek alatt is, de úgy sokkal hosszabb, meg nagyon, na mindegy. Ez úgy is lehet, mindent lehet. Mindent lehet. És meg kell tenni, és ki kell próbálni. Csak ne az én videóim ösztönözzenek téged arra, hogy majd te itt munka nélkül, semmit tevéssel, halálboldogan fogsz élni. És lehet, hogy ezt a videót is pont át tekergetted, és pont csak azt a részt láttad, amikor emelgetek egy zacskó kábelt, és azt mondom 20 euró. Ó, de jó, megyek tenni félre. Hát ki vannak dobálva a 20 eurók a kukába, kábel formájába. Nem igaz! Nem igaz! Nem veszedek össze a kacsán, légy szíves! Nem igaz! Ez sok és hosszú munka. Most tervezek egyébként egy új részt, vagy hátulra, ezek a jövő tervei, mert ugye az 5 éves napon, egyébként nem ez a videó lett volna eredetileg elkészítve, de mindegy, ez úgy alakultak a körülmények, hogy most egy ilyen videót készítettem. Nem adja oda? Hát vedd el tőle. Mert hát ugye azért mégis csak 5 éve vagyok itt, és hát hogy ugye milyen tervek vannak így a jövőre. Szóval folyamatosan gyűjtögetem össze a szükséges dolgokat. Ez majd valaminek lesz az oldala, még nem árulom el, hogy minek. Aztán egyébként ez is ki volt dobva, mert építettek egy új házat, és ami eddig így lezárt, azt tudod, ez a kukába volt. De már ennek is megvan találva a funkciója. De az, amit te innen
szépnek és rendezetnek látsz, az egy igen, hosszú és fárasztó út eredménye. Nem azt mondom, hogy munka, egy út, ami az én utam. És egyáltalán nem biztos, hogy a tiéd is. És ha esetleg csak belenézegetsz videókba, és Dika paraszt már megint mosolyogott Tenerifén, megyek én is. Én azt kívánom, hogy tényleg ugyanilyen örömmel, és ugyanilyen vidáman, és ugyanilyen békességben önmagaddal tud megélni az ideköltözésed, és az itt tartózkodásod. De legyen valami célod. Beengedsz? Sántika? Kösz. És nem lehet elvenni. Figyeld, ezt nézd meg. Nem engedi. Már most az övé a kacsa. Add ide, elviszem. Na hát ezt nem bírom sokáig egyébként, de most nem veszem el tőle. Gondolj le este, amikor erre kelsz. Mi ez? Szeretek így élni, és végtelen hálás vagyok a jó Istennek, a kegyéért, hogy mindezt lehetővé teszi számomra. De ezt a kegyet ki kell érdemelni. És nem akarok embereknek megfelelni. Nem kell embereknek bizonyítanom. Senkinek semmit. Én egyedül a jó Istennek akarok megfelelni. De a tapasztalataim alapján meg is tudok. Mert amikor Isten elégedett az emberrel, akkor ez így nyilvánul meg. De legfőképpen a békés elmében, hogy nem égek minden nap halára a vágyaim tüzében. Elégedetnek lenni azzal, ami van. Elfogadni azt, ami van. Vannak nehézségek. Vannak fájdalmak. De tudjátok, mi a nagyon nagy különbség a szegények meg a gazdagok között? Hogy amikor egy szegény embernek adsz egy vekni meleg kenyeret, mérhetetlen boldogság, öröm és hála járja át a szívét. De egy gazdag embernek mit kell adni ahhoz, hogy ugyanezt az érzést váltsa ki belőle egy másik ember? Amikor udvaroltam szegényként, egy szegénynek, és akkor még nem volt mindenhol sörös doboz, de a német turisták rendszeresen eldobálták. És levettük ezt a nyitó vackot. És ezt mind gyűrűt adtam oda egy lánynak. Szerelmem zálogául. Azzal a lányjal madarat lehetett fogatni. Hát, meg mást is. Na mindegy, bocsánat. De akinek 10 rubin gyűrű van az ujján. Mivel tudsz neki ugyanilyen boldog pillanatokat, vagy igaz örömöket szerezni? Nagyon-nagyon nagy áldás lehet a szegénység annak, aki nem ég a vágyai tüzében. Nagyon-nagyon nagy áldás annak, aki rátalál
például a Krisna tudaton keresztül, vagy a kereszténységen keresztül, vagy éppen a Koránon, tehát az iszlámon keresztül, vagy bármi, vagy te, vagy Buddhán keresztül, vagy nem, hogy hívják? Eckhart Tolle. Nagyon jó. Valósítsd meg azt, amit Eckhart Tolle-től hallasz. Én nekem nem sikerült, rendkívül jól elmondja, és ő folyamatosan egyébként hivatkozik a Bhagavad Gita-ra, meg Jézus tanításaira folyamatosan, tehát egyébként minden út egy irányba vezet, és minden egy eredőből, egy tőről fakad. De előbb-utóbb látni fogod és tapasztalni fogod, hogy a természet törvényei kérlelhetetlenek. És előbb-utóbb meg fogod érteni, hogy a természet törvényei Isten törvényei. És előbb-utóbb a bőrödön kell, hogy tapasztald, hogy aki Isten törvényei vagy a természet törvényei ellen él, nagyon komoly szenvedése van ítélve. Légy akármilyen gazdag, vagy éppen rafinált, ügyeskedő. Ha céltalanul éled az életed, és haszontalan a létezésed, ebbe előbb-utóbb bele kell rokkanjál. És bele is fogsz. És biztos vagyok benne, hogy te magad is számtalan, jó módban élő embert ismersz, vagy talán még több olyat, aki jó módjában hűült meg, és már esetleg földön futó, mert esetleg eldrogozta, elkártyázta, elitta a könnyen jött pénzt, a nagy vagyont. Lehet, hogy nem is jött könnyen, lehet, hogy nagyon sokat dolgozott, érted? De a végén csak elcseszerintette, nem? És tudjátok miért? Pedig mindene megvolt. Csak éppen értelme nem volt az életének. És legfőképpen haszna a többi élő lény számára. Mert ha már csak egy állatmenhelyet üzemeltetsz, adományokból, kinn a bükkbe, és mókusokat mentesz, vagy süniket, vagy tök mindegy földi gilisztákat, de fontos vagy valakinek, még ha az egy sündisznó, vagy egy földi giliszta, de akkor is, mert az az élőlény legalább téged szeret, mint például egy kutya. Az összes többi egyébként ugyanígy, a patkányaim ugyanígy szeretnek, csak úgy nem úgy mutatják ki, hogy ide jönnek, azt megnyalnak. Eleve nem tudnak kijönni keteszből, mert ugye elkalandoznának a macska meg egyből. Ja, meg a kutyák is, egyébként a kutyák is megölnék, a kezemben nem bántják, de amúgy hát mind a két kutyám megy a patkányra, hogy ne menne már. Hát itt azért nem is nagyon van. De igyekszem élvefogóval megfogni őket, és elviszem távolabb, és megetetem, és elengedem, és köszönöm, hogy szolgálhattam a vándor patkányokat, a számtalan millió egeret, akit már innen elvittem. Volt egy, aki itt szült meg. Szülőszobát építettem neki, hogy mondom, hát nevelje fel a kicsiket. Fönn vannak, ezek mind fönn vannak. Tehát rengeteg videó, de kit érdekel amúgy meg, de rengeteg videó. A videók valójában nagyon sokszor nekem szólnak. És nagyon nagy tanulság, és nagyon nagy tapasztalás visszanézni az én saját korábbi videóimat. Miként is hogyan gondolkodtam, miként is hogyan éltem. Például 4 évvel ezelőtt, tehát mikor még csak 1 éve voltam itt, és ahhoz képest most hogyan élek, hogyan gondolkozom, hogyan viselkedem és hogyan beszélek. És ezt kizárólag az olvasásnak és a szádanának, a lelki gyakorlatoknak, a mantra meditációnak köszönhetem. Meg annak, hogy nem vágyom többre, mint amennyi van, minden nap hálát adok azért, ami van. Külön hálát adok azokért a fájdalmakért és nehézségekért, amik még jelenleg elkerülnek, de előbb-utóbb az életem része lesz, hiszen öregszem, és itt fáj, majd ott fáj, meg mit tudom én. És erre igyekszem felkészülni, hogy köszönettel és méltósággal tudjam fogadni az elgyengülést és a halált. Erre készülök.
minden napommal, minden cselekedetemmel, mert a jelenlegi tetteid határozzák meg a következő életedet. Ha tetszik, ha nem. Ha hiszel benne, ha nem. Tök mindegy, ne higgyél. Élj a mának, egyszer élsz, csinálj, amit akarsz. Költöz ide, kukázzál, sátorozzál, barlangozzál. De ha mindezt céltalanul teszed, és mondjuk úgy, mások számára haszontalanul, egyszerűen tönkre mész bele. Arról nem beszélve, hogy nem ritkán hallok olyat is, amikor idős szülőket hagynak magukra fiatalok, vagy éppen családot, vagy éppen feleséget, akár gyerekkel, vagy gyerek nélkül hagynak ott, mert hogy nekik a szabadság jár. A szabadságot meg kell szervezni, különben anarchia lesz belőle. Azzal, ha valaki úgy vált életkörülményt, hogy azzal másokat veszélybe, vagy súlyos nehézségbe sodor, olyan szintű karmikus visszahatást von magával, hogy megkeserüli még azt is, hogy a világra jött. Megkeserüli még azt is, hogy a világra jött. Én az egész drogozásomat tulajdonképpen, hát nem, egyébként már ezt is így megtudtam, fel tudtam dolgozni, vagy meg tudtam emészteni, de nekem a legsúlyosabb bűnöm, és egyben a legnagyobb kiváltó oka a jelenlegi életvitelemnek, hogy a szüleim úgy távoztak az élők sorából, hogy én egy börtöntöltelék drogfüggő szar vagyok. Ez egy borzalmas nagy fájdalom volt nekem. Pillanat. És az apám temetésén, ahova ilyen eltávról kimehettem a börtönből, meg jó magaviselet miatt, meg ugye dolgoztam, meg mit tudom én, azt nem elővezettek, hanem egyszerűen kiengedtek, hogy menjél juhász, azt ott menj a temetésre. És apámat rendőrök temették el, mert hát ugye rendőr volt. És én meg kiszaladtam a sitről arra az egy napra. Nem, mert egyébként 2+1 napot kaptam, de most ezt kiterlek el. Olyan mérhetetlen módon bazott arcon a felismerés, hogy még egy ilyen mi haszna semmire kellő tróger szemétládát nem hold a hátán a föld, mint engem. És igen, az első gondolatom az öngyilkosság volt, meg a második, meg még utána vagy a századik. És Krisna akkor nyúlt a hónom alá, és kapott föl. Nem rögtön másnap, hanem apró jeleket tett elém. És tisztelte, vagy tiszteletben tartotta a szabad akaratomat. Megvárta, amíg először eltapsolom az összes örökséget. Megszabadított mindentől, amin volt. Mindentől. Hát nem maradt egy hátmosó kefém, egy kis ollóm és egy Márai Sándor füves könyvem. Na, így tudtam megszabadulni a ragaszkodástól. És amikor idejöttem Tenerifére, akkor ezt kellett megértenem legelőször, hogy ne építsen vissza a vágyak szakadatlan özönét az elmémbe, és ne akarjak mindig többet és jobbat, mint amennyi adatik. És most így élek. Immáron napra pontosan 5 éve. Nekem bejött, de neked is bejöhet. Kivéve, ha anyagi vágyaid vannak. Mert ahhoz pénz kell. És a pénzhez vagy dolgozni kell, hát
hogy ugye átállni a sötét oldalra, aminek előbb-utóbb meg lesz a jutalma, ugye, prison, úgy lehet, hogy a kínglisű börtön, pillanat. Hát vagy pedig ugye örökölsz, vagy éppen támogatnak a szülők, csak hogy amikor kielégíted az örömöket, az érzékeket és a vágyakat, előbb-utóbb rájössz, hogy olyan, mint amikor olajat öntesz a tűzre. És a vágyak tüze, amikor te kielégíted egy nővel, egy füvet cigivel, egy sörrel, nemhogy eloltódna, hanem még jobban ég. És te csak dobálod rá az olajat. Megöntöd rá a benzint. És nincs az a pénz, ami el ne fogyna. Nincs az a pénz, ami el ne fogyna. Mi a szabadság ára Tenerifén? Vagy bárhol a világon? Hogy a szükségleteid szerint, és nem a vágyaid szerint élj. Igen, ezt kerestem, ezt az idézetet. Szükségleted szerint élj, és ne a vágyaid szerint. És hogy mi az ára annak, hogy így tudjál mosolyogni, meg ilyen békességben legyél önmagaddal, és ezáltal a téged körülvevő világgal, hogy kedvesen is mosolyogva viseltessél minden élőlénnyel szemben, és ezek az élőlények ugyanezt adják neked vissza, legyen szó állatról vagy emberről. Hát, ehhez pedig a hálaadás. A szakadatlan hálaadás. Megköszönni mindazt a jót, amit kaptál, és megköszönni mindazt a rosszat, ami elkerült. Hogy ezt hogyan lehet elérni? Mindig elmondom. Nekem a Krisna tudat segített. De ahány ember, annyi út. Van olyan barátom, akinek az angyalok támogatják az útját. Van olyan barátom, akinek a csillagok. Van olyan barátom, akinek Buddha tanai. Van olyan barátom, akinek a Korán. Sok olyan barátom van, akinek a Biblia. De mindegyik olyan barátomnál, aki békességben van önmagával, folyamatosan dolgozik önmagán. És ha tetszik, ha nem, ez a legnehezebb munka. Nincs ingyen boldogság. Vagy így, vagy úgy, tenned kell érte. Ha anyagi örömökre és anyagi élvezetekre vágysz, akkor anyagi munkát kell végezni. És ne hidd azt, hogy te összekukázod a kacsalábon forgó kastélyt, meg minden nap brilliás gyűrűket találsz a pelenkába, meg ilyenek. Mert volt egy pali, egyszer talált egy brilliás gyűrűt, egyébként egy pelenkába. Ez konkrét sztori, ez megvan nekem is. Ez. Egyszer volt ilyen. Amúgy csak 15 000 euró volt az a gyűrű, szóval nem egy nagy veszített. Azt is eltapsolta, szerintem 2 hónap alatt. Mert ami könnyen jön, könnyen megy. És amiért nem dolgozol meg, azt nem tudod. Amit nem vetsz el, nem tudod learatni. Na, hát így jobban értitek. Amit nem vetsz el, nem tudod learatni. Szóval anyagi örömök, anyagi élvezetek, anyagi sikerek, anyagi munka. Vagy valakin élősködni. Például szülőkön, vagy házastárson, vagy gyereken. Ilyen is van itt sok. Ja, ó. Küldjél pénzt. Anya beteg. Ilyen is van. Fú. De én nem erre vágytam, és nem erre vágyom, hanem a lelki nyugalomra, a lelki békére, és ha úgy tetszik, a lelki szabadságra. De én ezért dolgozom. Minden áldott nap. Hajnalba kelek. 2000-szer mondom el,
hogy Hare Krishna, Hari Rama, Hari. Most fejeztem be ezelőtt a videó előtt a Mahábhárata felolvasását, ez a mikrofon. Most itt tartok. 863. oldalon. Hogy minél több emberhez egyszerűen eljusson ez az üzenet. És hogy még csak olvasnia se kelljen, csak tegye be a telefonom, vagy a tévén, vagy a tableten fülhallgatóval, és hallgassa. De legalább már hallgatja. Ha úgy akarjuk mondani, akkor ez az én munkám. De egyben a szórakozásom is. És amikor a munkád a szórakozásod, az megint csak szabadság. Elvehetem? És harci morgással jelzi, hogy ez az enyém. Na mi van? Ki a kacsa? Nem áll most meg a papucsomat rágott szét, te Isten áldása! Ne legyél már ilyen, mióta rágjuk a papucsot? Vagy kukázok másikat. Sánti! Ne rágd a papucsomat. Na, ezt még nem rágtad szét, tessék. Így élek. Egyszerűen. Békességben. Önmagammal. És az engem körülvevő világgal. Szabadon. Om Tat Sat. Hare Krishna. Hari Hari Bol.